Sziasztok! A mai alkalommal a söprés utasítással fogunk megismerkedni. Háromdimenziós silártest vagy felület a 2D vagy 3D görbe adott útvonalon történő söprésével fogunk foglalkozni a mai videóban. Ez egy két részes mini videósorozat lesz az utasításról. Kezdjünk is hozzá az alapok ismertetéséhez. Először is Rajzoljunk pár kört, rajzelemet, mondjuk egy ötszugadú kört, utána egy ívet, majd egy téglalapot, a méretek azok tetszőlegesek. Ezek lesznek azok a rajzelemek, amelyeket az adott útvonalon végig fogunk söpörni. A legegyszerűbb útvonal, ha rajzolunk egy vonalat. Oké. Okay. Ez a hosszúsága vonal lesz a söprési útvonal. Adjuk ki a söprés utasítást. Jelöljük ki a rajzelemeket. Zárjuk le a kijelölést. Majd klikkeljünk a söprési útvonalra. És szépen látható, hogy létrejöttek a térbeli testek. Átmegyek... Árnyalt élekkel, megjelenítési módra, és kicsit elforgatom a nézetet. Láthatjuk, hogy itt van a söprési útvonal, és azon mentén a zárt görbéket, ilyen volt a kör, és a téglalapból egy, egy tömör testet hozott létre a söprés, 3D szilárd testet. Míg a nyitott görbéből, ez volt az ív, egy felületet hozott létre söprés útján az autóked. Tehát mindig figyeljünk oda, hogyha szilártestet szeretnénk, akkor zárt görbével kell dolgoznunk, kontúrvonallal kontúr kell dolgoznunk, míg ha felületet, akkor nyitottal is dolgozhatunk. Jó vonjuk vissza a műveleteket, és nézzük meg, hogy hogyan lehet pontosan az útvonalhoz illeszteni egy rajzelemnek egy megadott pontját. Kiadjuk a söprés utasítást, most megadom neki ezt a kövt, lezárom a kijelölést, majd a bázisponttal megmutatom a parancsnak, hogy Melyik pontját illesse a rajzeremnek a söprési útvonalhoz, most ez legyen a középpont. Utána a söprési útvonalra kikkelek, és létrejött a szilárd látható szilárd és középen helyezkedik el a söprési útvonal. Oké, visszavonom. Még egyszer nézzük meg most a téglalappal, a bázispont legyen az egyik sarokpont, majd klikkelünk az egyenesre, és szépen létrejön a test, és az egyik sarokpontjánál van, tehát annál a pont, hopp, igen, annál a pontnál, amit megadtunk bázispontnak, van elhelyezve a söprési útvonal. De hogy ezt jobban lássuk, érdemes lekerekíteni a rajzelemünk sarkait, kiadjuk a lekerekítés utasítást, sugár legyen mondjuk 1,5, remélem látszani fog, igen, pont jó, igen, igen, ezt a sarkot szeretném majd illeszteni a söprési útvonalhoz, kijelölöm az objektumot, söprés parancs, bázispont, sarokpont, ami nincs lekerekítve, őt válasszuk, majd jön a söprési útvonal, és szépen most már láthatjuk, hogy a szilárd testünknek ugye a bázispontját illesztette a söprési útvonalhoz. Tulajdonképpen maga a parancs lényege belet mutatva, de nyilvánvalóan nem az egyenes a legizgalmasabb söprés útvonal, ezért most rajzoljunk egy fánkot. Oké, ehhez mi kell? Először is van egy körünk, még kellene egy elipszis. Megrajzoljuk az egyik tengelyét, másik tengelyét, létrejött az elipszisünk. Távol egy kicsit jobban látszik, még egy kicsit ö, igazítok rajta, és akkor söprés a köft az elipszisen, és szépen létrejött a fánkunk. Jó? És akkor zárásként pedig legyen egy spline söprési útvonalunk, ehhez, hogy egy szép térbeli sprine görbét tudjunk rajzolni, én segéd egyeneseket fogok fölhasználni. használni. Ortól bekapcsolom, és ezek az egyenesek fogják majd megadni a sprine görbének a vezérlő pontjait. Télbe megnézem, oké, valóban az étengely mentén vannak elhelyezve ezek az egyenesek. Megadom a sprine parancsot, Oké, okay, valahogy így, mint egy hullámvasút lenne. Super. hát emeljük, nem lesz önmetsző, az még probléma az tud lenni. Rajzolunk egy kört, legyen három a sugár, és akkor most jön a söprés, megadjuk a kört, a spline görbét, és sajnos önmetsző lett a spline görbénk, ezen kell javítanunk, igen, ezen a részén látható, hogy ezt így nem tudja megcsinálni az AutoCAD, kicsit módosítok rajta, ugye ez egy bemutató videó, így nem mindig precíz a kitalált példa, hiszen most találjuk ki, tehát ö, söprés, de a hibákból is lehet tanulni, spline görbe, és most már nem lett önmetsző, és meg tudta csinálni a söprést a körrel a spline görbe mentén, bekapcsoljuk a röntgen nézetet, és látható itt középen a vezérlő görbe. Nagyon röviden tehát a söprés lényegét ebbe a videóba bemutattam, és akkor a következőbe pedig megnézzük, hogy milyen opciók vannak, hogy még izgalmasabb felületeket hozzunk létre, vagy testeket ezzel az utasítással. Akkor is legyetek itt velem, sziasztok!